Február 19-én tartják meg a Szikla templomban a lelki adoptálók éves találkozóját. Ezzel kapcsolatosan van itt velem a két szervező, Olaj Anett és Olaj Dávid. Köszöntelek titeket, sziasztok! Szervusztok! Köszöntjük a nézőket! És hát Hannát is nagy szeretettel köszöntjük, a nagyobbik kislányokat és Máriát is, aki már nagyon bőszen olvasgatja a februári műsorúságunkat, úgyhogy köszönjük neki ezúton is a figyelmet. Mit jelent a lelki adoptálás fogalma? A lelki adoptálás az egy 9 hónapra felvett imádság, egy rövid napi imával és egy tized rózsafüzérrel imádkozunk minden nap egy olyan kis magzatért, akit nem ismerünk, de tudjuk, hogy Isten ismeri és számunkra elrendelte, hogy imádkozhatunk azért, hogy az ő élete megmeneküljön, tehát olyan válságban lévő családok gyermekeiről beszélünk, akik nem biztos, hogy akarják vállalni ezt a gyermeket, és mi ezzel az imával megtámogatjuk az ő életét, hogy megszülethessen és szeretetben növekedhessen a családjával. Tehát, hogyha jól értem, ugye úgy leszek valakinek a lelki szülője, hogy nem ismerem őt, csak az Isten ismeri az ő személyét, de imádkozhatok érte. Igen, igen, nem fókuszálunk rá egy konkrét krízis állapotra, hanem arra azért imádkozunk, hogy megszülessen egy baba, akit a Jóisten ismer pontosan, és mi pedig előfordul az egyébként, hogy későbbiekben rátalálunk, mert az is egy nagyon jó eszköz, hogyha elnevezzük, megnevezzük a babát, akiért imádkozunk, és volt olyan tanúságtétel is, hogy elnevezte ugye egy különleges névvel, nem egy mindennapi keresztnévvel a babát, akiért imádkozott az adott illető, és aztán utána pont ugyanazon a napon, amikor az ő imádsága véget ért, megszületett pont ugyanazon a néven egy kisbaba a nagyobb családjában, és hát akkor érezte, hogy pont egy olyan babáért imádkozott, ahol bátorság kellett ahhoz, hogy 45 éven felüli anyuka vállalja még ezt a babát. Kiből válhat lelki adoptáló? Bárkiből, aki azt érzi, hogy őt megszólítja az, hogy ezek a kis védtelen babák, akik ugye még nem halljuk a hangjukat a magzatvizen keresztül, de akik a legjobban védelemre szorulnának, és akiket a legjobban kellene, hogy a szüleik megóvjanak, és ennek ellenére azért egy terhesség ténye, és most direkt mondom azt, hogy terhesség, nagyon-nagyon ijesztő lehet, hogyha váratlanul érkezik. Meg és ha nincsen támogató közeg? Így van, tehát ugye sokszor egyedül van a lány ott a fürdőszoba magányában, ahogy Máté és Zsuzsa fogalmazott, hogy ott meglátja a két vonalat, és akkor még akkor is, hogyha egy várt baba sokszor, például, hogy nálunk Mária érkezett, annyira váratlan volt, és annyira nem számítottunk rá, és annyira más mederben folyt már az életünk, hogy ez mindenképpen megrengeti a család életét. Hát, ha még valaki egyedül marad, vagy pont ezért hagyják el, mert kiderül, hogy babát vár, akkor ez egy olyan óriási krízis lehet, amikor az ember szinte nem is tud gondolkodni. És szerintem nagyon-nagyon sokan kellünk, és nagyon határozottan el kell számolnunk magunkban, hogy akarjuk ezeket a családokat, mert egyre több ilyen család van, támogatni az imáinkkal. Milyen keretek között zajlik egyébként egy ilyen imádság? Tehát otthon magamnak is, magamba fordulva, teljesen átadhatom magam ennek, vagy érdemes közösségben végezni a közös imádságot? Igen, az imádságot általában úgy szoktuk elkezdeni, hogy egy külön eseményhez kötődően, több esetben ugye egy szent misével egybe kapcsolva, együtt teszünk egy fogadalmat arról, hogy 9 hónapon keresztül fogjuk mondani ezt az imát minden egyes nap. És ezt követően vannak például minden nap 28-án közös alkalmak, akkor megerősítjük egymást, mert azért 9 hónap az hosszú idő, és akkor közösen elmondjuk, vagy például nálunk a családi táborban, ott minden este közösen mondtuk, de természetesen azért minden nap nincs erre lehetőség, hogy közösen mondjuk el az imát más imádkozótársunkkal, viszont ugye a családunkban például mi minden este együtt mondjuk a gyerekeink, amikor esetleg nem vagyunk otthon, akkor felhívnak, például a szilveszterkor is
felhívtak telefonon, hogy na, akkor mondjuk el az imát még közösen a babáért. Ugye 9 hónap hosszú idő, mondta Dávid, van, aki esetleg elfelejt, vagy kizökken az imádságból, ezzel nem követel nagy kihágást, ugye? Tehát lehet folytatni. Abszolút lehet folytatni. Igen, hát mi azt javasoljuk, hogy azért pótolja ezt be a maga lelkismerete szerint. Van, aki ráhúz annyi napot, amennyit úgy gondolt, hogy kihagyott, tehát meghosszabbítja az időszakot, vagy pedig egyszerűen duplán mondja egy pár napon keresztül. De mindenképpen nyilván a Jóisten nem matek példából osztja ki azt, hogy most ez a baba megszülethet-e, de mivel mi ezt vállaltuk, és azt vállaltuk, hogy minden nap, itt nyilván a mi rendszerességünk is fejlődik ezzel, hogyha minél fegyelmezettebben tudjuk ezt az imát mondani, de mi azt javasoljuk, hogy valahogy gondoljuk végig, hogy mennyit hagytunk ki, és ezt valahogyan pótoljuk, igen, mert ez úgy teljes és úgy gömbölyű. Honnan gyökerezik a lelki oldala a magzatokért való imádságért? Tehát ez honnan jön, és honnan jött az ötlete ennek? Alapvetően azt mondják, mi Lengyelországból kaptuk, magyarok. Már a 70-es évek végén egy zarándoklat kapcsán úgy megérintődtek ott a lengyelországi zarándoklaton a magyar zarándokok, hogy elhozták ezt a nagyon szép kezdeményezést. De alapvetően azt mondják, hogy a fatimai szűzanya üzenetei alapján fogant az ötlet valakiben, akit nem tudunk egyébként. Amerikába is eljutott, ott egy nagyon híres püspök atya karolta föl a 80-90-es években. De a fatimai üzenet, ahol ugye a szűzanya azt mondja, hogy a tisztaság ellen elkövetett bűnök a legsúlyosabbak mostanra, és hogy ebből fakad aztán sok más bűn. És, igen, tehát hiába törekszünk a jóra, hogyha egy ilyen jellegű bűn van jelen az emberiségben, hogy ezt kell valahogy... Igen, és hát ugye, amikor váratlanul fogan egy baba, akkor valahol azért a tisztaság ellen védhettünk, vélhetően, és ezért valóban ez Fatimának a folytatása lehet, és tudjuk, hogy ez mennyire fontos, hogy a fatimai üzeneteket igazán megéljük és komolyan vegyük mostanra. Igen, tehát amikor elkezdett elterjedni ugye az abortusz módja a világban, ez főleg a 67-es időszak után köszöntött úgy egész fejlett világra rá, akkor úgy érezték az atyák és az a püspök atya is, hogy ez lehet egy jó válasz ennek az ellensúlyozására. Tehát, hogy egy lelki felajánlás, ugye egy valamilyen szinten egy lemondással járó ugye átadása és helyettesítése úgymond annak az állapotnak, amiben ugye egy nagy szeretettel várnak egy babát. Mert amikor mi egy babáért imádkozunk, akkor ugye ezt az állapotot jelenítjük meg, ezt a lelki állapotot, amiben pont azt imádkozzuk, hogy a Jóisten ajándékát mekkora nagy öröm elfogadni. És a tapasztalatunk is az, és a visszajelzésekből hallhatjuk, hogy volt, aki nem értette azt, hogy mitől változott meg a véleménye, de egyszer csak egy ilyen szikraszerűen megváltozott a véleménye, és azt mondta, hogy ő ezt a babát szeretné megszülni, és előtte pedig egy félelem volt benne, ugye általában ez a rendezetlen kapcsolatok következménye is lehet. És egyszerűen arról számolt be ez az anyuka, hogy volt egy pillanat, amikor azt érezte, hogy most akkor ő erre felkészült, és utána onnantól kezdve teljes bátorsággal. És volt olyan baba is, akit pont egy ilyen találkozóra jött el az anyukája, nem is ismertük, csak azt vettük észre, hogy egy babakocsival vár minket egy fiatal anyuka a találkozó után. És akkor ő elmesélte azt, hogy hát mély válságban volt, mert úgy diagnosztizálták ezt a terhességet, hogy ott egy sérült baba fog születni, és hogy akkor megtartsa, vagy nem. És azt érezte, hogy valakik állnak mögötte, akik támogatják őt ebben. Hát sok ilyen csodás dolog történik az imádságok kapcsán, de igazán, amikor így imádkozunk, nem csak a megfogant életért imádkozunk, hanem más gyümölcsök is születhetnek ezekből az imádságokból. Ugye ti mivel találkoztatok még?
Igen, arról a tapasztalatról tudunk beszámolni, hogy rendeződik az imádsághoz való viszonya az embereknek, mert sok esetben a rendezetlen életünkben, a napirend hiányából fakadóan nem szokunk hozzá, hogy minden nap mondunk egy imát, és ez az ima ahhoz segít minket, főleg, hogyha akár tudjuk adott esetben minden nap hasonló időben mondani, hogy egy ilyen rendezettség alakul ki az ima életünkben, és a Jóistennel való kapcsolatunknál is ugye rettentően jó hatással van ez. Hogy tud valaki jelentkezni a lelki adoptálás imádságában való részvételre? Vagy kell-e egyáltalán jelentkezni? Kell-e valamit kitölteni hozzá? Nem kötelező rajtunk keresztül elindítani ezt az imádságot. Van ugye a honlapunk is, ami a lelkiadoptálás.hu, és akkor ezen keresztül tudják megismerni magát az ima szövegét, az egész rendszert, le is lehet tölteni onnan kinyomtatható imakártyát is. És aztán vannak szervezett ígérettételek, amit általában a Gyümölcsoltó Boldogasszony napján szoktunk elindítani, tehát március 25-én. És akkor az országban több helyen elindulnak ezek a kis lelki adoptálós csapatok, és igazán mi erre a február 19-i alkalomra olyanokat várunk a Sziklatemplomba, akik szeretnének szervezni ilyen eseményt az adott plébániájukon, az adott közösségükben, az adott barátok mondjuk összefognak, és mi minden nyomtatott anyagot megadunk segítségül, ami ahhoz kell, hogy egy ilyen fogadalomtételt meg tudjon szervezni valaki. És itt is van a kezemben egyébként a plakátja, a Lelki Adoptálók éves tanálkozója, és azon belül, hogyha mutatom itt a nézőknek, láthatják is a konkrét programot, de mondjuk is el nekik, hogy mivel kezdődik ez a nap. Igen, tehát 11 órakor szentmisével fog kezdődni a Sziklatemplomban, és aztán utána lesz egy ilyen, ez most már egy nagyon jól bevált és működő módszer, hogy az ország több pontjáról az érkezők egymásnak bemutatkoznak, egy ilyen kis térképen kijelöljük, hogy ki honnan érkezett. Aztán utána az Antal atya, Puskás Antal Pálos szerzetes tartomány főnök atya fog előadást tartani a lelki adoptálásról és az ő személyes élményeiről is. És aztán utána a kis csoportos megbeszélésben fogunk megosztani sok-sok tapasztalatot, ami ahhoz segít, hogy tényleg hogyan tudjuk megszólítani az embereket. És aztán, ami még egy nagyon különleges esemény lesz ezen a február 19-i napon, ez pedig a Guadalupe-i Szűzanyja palást alatti imádság lesz, ami egy teljesen hiteles másolata az eredeti guadalupe-i palástnak, és ez alatt a palást alatt egy különleges zenével kísérten fogjuk a szűzanya közbenjárását kérni az imádságunkra. Anett arcát néztem végig, mint hogyha mindig közben szóltál volna, hogy lettek volna gondolatai, csak Mária megakadályozott ebben. Igen, ő határozott csaj. Az biztos. Itt az imatárs programról is lehet olvasni, például a honlapotokra föllátogatva. Ebbe beavattok bennünket, hogy ez mit jelent? Igen, tehát volt több olyan kezdeményezésünk, amiben pont azokat, akik úgy érzik, hogy szükség lenne imára, és aztán azokat, akik pedig úgy érzik, hogy ők készek arra, hogy imádkozzanak egy babáért, ezeket valahogy egy kicsit így összekapcsolni, és erről szólt valamelyest ez az imatás program, amiben volt erre lehetőség. Hogyha valaki ezt szeretné, akkor mi felületet biztosítunk neki, de semmiképpen nem akarjuk mondjuk ennek az intimitását elvenni. De amikor egyébként valaki erre szánja el magát, vagy szeretné tényleg részese lenni ennek, akkor van olyan vagy olyannal találkoztatok, hogy nehezen nyílik meg, vagy nehezen az ilyen közös megosztások során például nehezen beszél arról, hogy ez neki miért fontos, vagy a saját érzéseiről, de aztán sikerül valahogy megnyílnia? Hát abszolút. Vagy hozzátenni a közösséghez? Ugye az én profilom az abortuszból gyógyult nők és férfiak, és a lelkiadoptálás rengeteg ilyen érintett nőt és férfit, főleg nőket vonz be,
És hát elég megdöbbentő volt még nekünk is, hogy néhány évvel ezelőtt az országos találkozón, a kisoportos beszélgetésében kiderült, hogy a túlnyomó részük a lelki adoptálóknak abortusszal érintett, akár többszörösen is. Úgyhogy abszolút és nagyon nagy gyógyulást tud hozni Kovászka asszony könyve, aki a lengyel nagykövet a lelki adoptálásnak, és fantasztikus, amikor van ott egy külön imádság azoknak, akik abortuszon átestek, és tényleg óriási érzés az, ugye ezt én a saját sorsomon keresztül éltem át, hogy én azért ismertem és kezdtem el a lelki adoptálást, mert egy olyan lelki furdalás űzött, ami csak ilyen dolgokkal feloldható, és amikor végig imádkoztam az első 9 hónapot, akkor azt éreztem, hogy egy picit lefaragtam abból a förtelmes nagy fekete sziklából, amit az életembe beleraktam. És minél több babát segítek így világra, annál inkább érzi azt egy abortuszt átélt nő, hogy talán egy picit helyrehozza, és ugye mindig újra és újra végig imádkozza a saját fájdalmát is, és ez gyógyuláshoz vezet. De sokan számolnak be arról, hogy abortuszon átesett nők, mondjuk akik így nem is tudnak szembenézni azzal, hogy ők mitől szoronganak, vagy mi ez a mély fájdalom, ami miatt a mindennapjaikat megkeseríti ez az érzés, nem tudnak ilyen tudatosan szembenézni vele, őket az életük végéig kíséri ez a fajta nyomasztó érzés, és hogyha nekik nincs segítségük, akkor ez egy életre meg tudja nyomorítani az életüket. Így van, tehát én azt nagyon fontosnak tartom, hogy ők valamilyen formában egy picit elkezdjenek kapcsolódni egy ilyen lelki közösséghez, és erre a lelki adoptáló közösség az egy csodálatos helyszín. És ott aztán, ha elkezdődik a megnyílás, hát a legfontosabb szerintem, hogy elmenjen egy olyan gyógyító lelki gyakorlatra, amilyet mi is csinálunk, a ráhelyszős kertje van, vagy van másik, ne félj, nem ítélek el is, hogy ezzel tudatosan is foglalkozzon, de hogyha már közösségben van, és már nem óckodik attól, hogy megossza ezt a bűnét, és hát nyilván meggyónta. Manka, gyere ide. Közben ismerkedik a Mária akkor, stúdióval. Akkor elindult a gyógyulás útján, és hát a másik meg az nagyon fontos, hogy szembenézzen, és ne tagadja el azt, hogy ezek a mostani fájdalmai és tünetei azok az abortusztól is lehetnek, hiába volt az 20 éve, vagy 30, vagy bármennyi. Annak, aki szeretne részt venni a Mária út zarándoklatain, hol kell jelentkeznie, vagy kell egyáltalán jelentkeznie? Facebookon lehet a lelkiadoptálás oldalon, aminek egy ilyen szívhanga logója, ott is jelentkezni, illetve a jesz.hu, a József Szövetségnek a rövidítése, vagy Jézus szíve, mi szeretjük azt is belelátni, tehát a jesz.hu-n van az űrlap, amivel lehet jelentkezni. Igen, tehát regisztrációhoz kötött a részvétel, és az a jesz.hu-n keresztül lehetséges. Olaj Anettnek és Olaj Dávidnak köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük.